Itt olyan információk jelentek meg, például az ukrán titkosszolgálat már nyilvánosságra hozott olyan telefonbeszélgetéseket, amit a kelet-ukrajnai orosz terroristák egymás között folytattak le. Itt arról szólt a fáma, hogy büszkén vallották egymásnak, hogy lelőttek egy ukrán katonai gépet, ezt ki is rakták egyébként a közösségi oldalaikra is. Amikor azonban kiderült, hogy nem ukrán katonai gépet lőttek le, akkor gyorsan leszették a posztjaikat a közösségi oldalakról. A lehallgatott beszélgetés azonban megmaradt, és ezt most már publikálta az ukrán nemzetbiztonság is. Ugyanakkor most arról is van szó, hogy van-e az orosz terroristáknak ilyen BUK típusú föld-levegő rakétavédelmi rendszere. A közhangulat olyan pont ugyanolyan, mint a világon. Teljes mértékben nagy az együttérzés, a holland nagykövetség előtt Kijevbe, illetve mindenütt gyertyákat gyújtanak a nagyobb városokban is, és a közösségi oldalakon is tele van részvétnyilvánítással.